Sziasztok! Úgy gondoltam, hogy ma délután néhány boldogság tippet szeretnék megosztani veletek. Méghozzá azért, mert ugye teljesen mindegy, hogy kinek mit jelent vajon az, hogy kinek mi a boldogság, kinek mit jelent ez a fogalom. De azért lehet néhány trükköt alkalmazva, kicsi pluszt, kicsi vidámságot, néhány jó dolgot belecsempészni az életünkbe. Hát itt van rögtön az első, méghozzá az, hogy mosolyogj. Ugye, hát itt ezzel nem arra gondolok, hogy adjunk fel egy fapofát, és akkor rejtsük el mindig az érzelmeinket, és más se csináljunk, csak mosolyogjunk állandóan. Egyáltalán nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy mi lenne, ha holnap reggel kipróbálnátok, hogy amikor fölkeltek, akkor nem így néztek a tükörbe, hogy nézek ki már megint, hanem fölkeltek, és rámosolyogtok saját magatokra a tükörben. És már is sokkal jobban indul az embernek a napja, mint akkor, mikor olyan kis morcos. Arról nem is beszélve, hogyha nekünk magunknak is van valami problémánk, valaki szembe jön velünk, és csak egyszerűen rád mosolyog, az mennyi pluszt tud adni a napodhoz, mennyi sok jó dolgot tud adni nekünk, egy egyszerű, szimpla kis mosoly. Szóval, hölgyeim, uraim, mosolyra föl! A következő tippem, ez szorosan kapcsolódik ehhez, a légy önmagad jó barátja. Hát, ez egy nagyon érdekes ügy, azért nem tudom ti, hogy vagytok vele, de hajlamosak vagyunk pont saját magunkkal a legkritikusabbak lenni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy azt hallgatjuk saját magunktól, hogy ezt megint elrontottam, ezt nem jól csináltam, ez megint balul sült el ez a mondatom, jaj. Hát, azt gondolom reggelente, akár mint a mosolygásnál, hogyha azzal indul a reggel, hogy magadra mosolyogsz, és azt mondod magadnak, hú, de jól nézek ki. Lehet, hogy eleinte még nem fogod így gondolni, de elindul egy folyamat, és lehet, hogy egy pár nap múlva, vagy pár hét múlva már bizony így fogod gondolni. Vagy hello! Te ott a tükörben, ma lesz egy csodás reggelünk, ma lesz egy csodás napunk, ezt mondod magadnak, akkor valószínűbb, hogy lesz egy csodás napod, mint hogyha máshogy negatív dolgokat mondunk saját magunknak. Igaz? Próbáljátok ki. Hát, ha sikerül nektek is, hát, ha jobb lesz nektek is tőle a napotok. A következő tippem, ugye ez a harmadik, a megerősítő mantrák. Én ezt rettenetesen szeretem, és nagyon sokat alkalmazom. Egy kedves barátnőmtől tanultam ezt a dolgot, hogy mennyire sokat tud lendíteni az embernek az életén, és nagyon előszeretettel alkalmazom. Van nekem egy rövid meditációm is, amit reggelente bele szoktam dugni a fülembe, és akkor ilyenekkel indítom a napot, hogy az van benne például, hogy ez egy csodás nap reggele. Az van benne, hogy olyanok vannak benne, hogy én egy magabiztos, okos nő vagyok. És hasonló jó kis megerősítések. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem ez sokat szokott lendíteni a napomon. Van, aki szeret hálát adni, van, aki szereti megerősíteni magát. Olyasmik is vannak benne egyébként, hogy a mai napon kiállok magamért, és megvédem magam minden ártóval szemben. Mit szóltok hozzá? Kipróbálnátok? Remélem tetszik, és egyszer kipróbáljátok ti is.
A negyedik tippem az az, hogy légy kedves másokhoz. Ugye ez is egy olyan dolog, hogy nem kell erőltetni nyilván, de amikor nekem is rossz napom van, és valaki más pozitívan áll hozzám, valaki más megkérdezi, hogy hú, Anikó, miért ilyen szomorú az arcod? Mi van veled? Hogy vagy? Az annyira nagyon jól tud esni az embernek. Úgyhogy én mindig megpróbálom ezeket a kedvességeket visszaadni másoknak, és megpróbálok én is, amennyire csak lehetséges, kedves lenni másokhoz. Persze ez nem azt jelenti, hogy hagyjuk magunkat eltiporni, mert azt nem. Nem hagyjuk, hiszen magabiztos erős nők vagyunk, igaz? Ahogy az előző tippemben mondtam. De azért a kedvesség egy nagyon fontos dolog. Nekem az az egyik mottom, hogy bármit el lehet mondani, csak nem mindegy, hogy hogyan tesszük. Nagyon fontos, hogy mindazt kedvesen, normális hangnemben tegyük meg, hogyha azt is, hogyha valakivel valami problémánk van. Nekem ez nagyon rendkívül fontos dolog. Az ötödik tippem az, hogy tanulj valami újat. Éppen nem olyan régen vettem részt egy nagyon inspiráló, információgazdag hétvégén, úgyhogy éppen jókor csinálom ezt a videót, rengeteg sok impulzus ért minket azon a hétvégén, és csodálatosan új nézőpontokat kaptunk az előadóktól. Én nagyon szeretem az ilyesmit, nekem igazából erről szól az életem, hogy mindig megnézem, hogy mik azok a dolgok, amiket azokból a helyzetekből, amik előállnak az életembe, mi az, amit tanulhatok belőle. Mindig fontos, hogy új ismereteket szerezzünk, én ezt így gondolom. Na és itt van plusz egy tipp, csak nektek. Ez pedig az, hogy szeresd magad. Hiszen a boldogság egyik alappillére, hogy jóban vagyunk saját magunkkal. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És most föl fogok olvasni nektek egy idézetet, bocsássatok meg, de nem tanultam meg kívülről, úgyhogy ezt most föl fogom olvasni. Ez pedig Montesquieu gondolata, és ez pedig így hangzik. Senki sem boldogtalan, ha adott helyzetben jól érzi magát, és ha valakiről azt mondjuk, hogy szerencsétlen a helyzete, csak magunkról ítélünk. Azaz, mi az ő helyzetében boldogtalanok volnánk. Ugye ez is egy nagyon érdekes idézet. A mi saját hozzáállásunk saját magunkhoz meghatározza azt, hogy mit gondolunk azokról a helyzetekről, amik másokkal történnek. Igaz, milyen érdekes? Na hát ez volt az, amit szerettem volna a boldogság tippek kapcsán megosztani veletek. Köszönöm a figyelmeteket, legyen egy csodálatosan szép délutánotok, puszi nektek, sziasztok!